Ismét köszöntök szépen mindenkit az új versenyezünk sorozat epizódjában, melyben most visszatérek régi nagy kedvencemre. Mi mielőtt kiejtenénk címét, köszöntsük régi holland cégünket, a Davilex Games-et! Tehát, London Racer. A legelső epizód után voltak jó visszajelzések, ezeknek én nagyon örülök, nagyon köszönöm, és ugye ennek a játéknak ígértem folytatás, hát itt is van. De még mielőtt nekiindulnánk újra, hadd meséljek el még valamit a játék kiadásával kapcsolatban. Ez a játék már 1999-ben megjelent M25 Racer néven is PC-re a német-holland területeken, és egy évvel később egész Európában a London Racer nevet viselte. Ezt az infót Benyoboly írta nekem, nagyon köszönöm szépen, és gondoltam akkor megosztom ezt is. De most kezdjünk bele, lássuk is a maradék három pályát. Go! A hatodik pálya London parkjain keresztül egészen a Buckingham palotáig vezet. Igen, közben összegyűlt annyi pénzem, hogy megvegyem ezt az MG-t, amit érdekes mód a rendőrség GM-nek nevez, és ez abszolút nem mindegy, hogy a kocsi neve MG vagy GM. Mert ha a kocsi neve MG, akkor az a Morris Garage, ami brit. Ha meg GM, akkor az meg a General Motors, ami amerikai. Ha ezt esetleg valaki nem tudná, de ezt mellőzzük. Ez volt az a pálya, amivel a játék intrója elkezdődött, illetve amivel befejeződött. Itt ismét felbukkan a Big Ben, csak a 64 bites gépemnek köszönhetően a grafikai hiányosságtól sajnos nem látni rendesen. Nagyon kár, és hoppá! Nem néztem előre. Kérem a méltó büntetésem. De ne a forgalomban lévő autótól, hanem a rendőrautótól. Nézzétek meg, hát szándékosan nekem jött. Inkább örüljön annak, hogy nem az ő kocsia törött össze, nem helyette inkább az enyémet roncsolja, az ördög vigye el. Nem hinném, hogy a valóságban ez így történt volna, de hasonló helyzetben biztos, hogy nem így hárítanák el a balesetet. Hagyjuk. Hadd mutassam be a játékba a tavat, mert miért ne vigyük be egy kicsit pancsikálni a kis kocsinkat. Mondjuk elég érdekes, hogy a víz látszatra akármilyen mély, nincs benne taszító erő. Ha még a víz sekély lenne, megérteném, hogy a kocsi gyors, de lehet én vagyok a tudatlan. Lehet, hogy a kocsi ennyire erős vagy vízálló. Ezen kívül sodrás effekt nincs a vízhez sajnos, pedig látványos lehetett volna. De most, hogy partot értünk, menjünk be a parkba. Ez egy csodálatos része a játéknak, itt hallani a madarak csicsergését, a kacsák hápogását, és a szélhúzattal el lehet fújni a faleveleket is. Tetszenek ezek a kis apróságok. Egyébként meg pont a Buckingham palota mellett mentünk el, ami úgy szintén gyönyörű lett, mint a város többi jellegzetessége. Ideje haladnunk, mert most jön a hetedik pálya, ami ugyanaz, mint az első pálya, tehát az M25-ös út, csak naplementében. Igen, közben már beléptünk a luxusautók csoportjába is, most a TVR-ral vagyok, és ahogy látni, ez jóval gyorsabb autó az előzőekhez képest, és alig lassabb a sportkocsiknál. Bár erről a pályáról nincs különösebb bemutatni valom, úgyhogy lépünk is az utolsó pályára, ami szintén Londonban van, csak a Temze folyó fölött vezet végig. Itt egy reptérről indulunk, ahol már a Jaguarral vagyok, ami hajszálnyi sebességgel lassabb a TVR-nál, de jobban fordul, csak néha csúszik éles kanyarokban. És itt van a Tower Hill, ami alatt a Temze folyik. Csak ez is helyenként láthatatlanná teszi a pályát, meg minket is, hála a 64 bites Windows 7-emnek, magyarul grafikai hibáknak. Ha már Temze, erről is készült egy Davilex-es játék, Temze Racer néven. Itt motorcsónakokkal kell versenyezni Anglia összes folyóján, ha ez esetleg valakit érdekel. Visszatérve kiütjük a radar bónust! Köszönjük, Lacsek! És itt behajtunk egy építkezésbe, és két oldalról ki tudjuk ütni a bójákat úgy, hogy hozzá se érünk. Ez aztán a szélhúzat. Hát azért a TD6 nem tudott ilyet. Itt a városban láthatjuk a bevásárlóközpontokat, a kocsmákat, a mozikat, az éttermeket, helyenként emeletes garázsokat, és ha ez nem elég, a Cannon Street Station is itt van, ami egy hatalmas metróállomás. Ez a város gyönyörű színben pompázik, akárcsak a második pálya. Ezen a szálon végig is értünk, most jobb lesz, ha magáról a játékról is mesélnék egy pár dolgot. Van a Time Trial mód, itt végtelen körünk van abból a célból, hogy megdöntsük az újabb rekordokat. A játékmód addig tart, amíg az ember ki nem lép. És most kedves Need for Speed és Lewis Hamilton rajongók, kapaszkodjatok meg, mert kipróbáljuk a McLaren F1-et, ami az intróban is szerepelt. Először is nézzük meg, mennyi idő alatt gyorsul fel a McLaren 100 km/h sebességre a Need for Speed 2-ben.
több mint 3,4 másodperc alatt és a London Racerben. Lássuk is az eredményt. A McLaren kevesebb, mint 2,25 század másodperc alatt érte el a 60 mérföld per órás sebességet. Egy új rekord! És nézzétek a különbséget, azért ez nem kis teljesítmény. Most itt az idő, hogy meglessük a többi autót is. Ha teljesítettük a kisebb járgányok bajnokságát, megkapjuk a BMW Z3-at. Ez viszonylag jól irányítható, gyors és strapabíró autó, akárcsak a James Bond filmekben. Ha megcsináljuk a luxusautó bajnokságát is, megkapjuk a Rolls-Royce-ot, ami jóval lassabb a csoport többi autójához képest a súlya miatt, de ez a legirányíthatóbb autó, csak irtozatosan drága a javítása. Ugyanakkor csoportcímben teljesen megfelel. Ops, grafikai glitch. És ha teljesítettük a sportautó bajnokságát is, akkor megkapjuk a vérvörös színben pompázó, egzotikus, villámgyors Lamborghini Diablo-t. Ezzel a kocsival majdhogy nem repülni lehet az autópályán, de vajon melyik az az autó, amelynek nincs szüksége utakra? Hát persze, kitaláltátok, a DeLorean a Visszajövőbe című filmből. Ez a kocsi képes fölgyorsulni több mint 200 mérföld per óra fölé, bár ez egy DeLorean-től azért túlzás. Ezt a kocsit a teljes játék kijátszása után kapjuk meg. Ezen kívül maradt a London Taxi, amit akkor kapunk meg, ha teljesítjük a Time Trial módot, de versenyben sajnos nem lehet alkalmazni, csak kizárólag időmérő futamban. Ez a leglassabb autó mindegyik közül, szerintem még a kisebb kategóriájú autóknál is lassabb. Arra esetleg jó, hogy körbenézzünk egész Anglián. Ha teljesítjük a Sunday Cup módot is, akkor megkapjuk a rendőrautót. Sajnos ezzel nem lehet elkapni a gyorshajtókat, mivel nincs ilyen üldözős játékmód egyáltalán, de még a zsaruk sem állnak mellénk. Szóval elkaptak. Még kiemelnék két kocsit. Az egyik a Renault Megane Maxi, ami egy rally autó, semmi köze nem lenne az egzotikus autókhoz, csak úgy mondom. Ez az autó a sima London Racerben van, mint alap A kategóriás autó. Azért olyan érdekes ez, mert az eredeti M25 Racerben ehelyett egy sárga piros csíkos Lotus Esprit volt, ami egyértelműen ugyanebbe a kategóriába tartozott. Sajnos egyszerre két kocsi nincs benne egyik játékban sem, csak külön. Egy másik klippel ezt jobban ábrázolom, gondolom értitek. Azért még bemutatok három autót a harmadgyenge PS1-es változatból. Itt van az Opel Aster, ami egy Vauxhall Astra akar lenni, van a Beetle, ami egy Volkswagen Beetle, és van egy Horch Didi, ami egy Audi TT. És most lássuk a game overeket. Ha Total Károsra törjük az autókat, akkor egy ilyen üzenet vár bennünket. Write off. Ez mit jelent? Ja, megvan! Kiírtak a versenyből, értem már. Valamint ha harmadszor is elkapnak a rendőrök, akkor letartóztatnak és kimaradunk egy versenyből. Nem úgy, mint a PS1-es változatnál, ahol újra kellett kezdeni a pályát, de ott cserébe kijavították az autót. Még két érdekességet mutatok be és aztán zárok. Először is leszorított ez a taxi, nem tudok kimenni mellette, és elkap a rendőr, aztán nézzétek meg, egy ilyen vonatot alakított ki, így sorba elkezdték a rendőr tolni, ó, még Raymond felügyelő is itt van. Másodszor meg végig lehet csiklani a korláton, csak amikor vége van, visszataszít minket, megsebez, és ezáltal odaveszik minden előnyünk. Mondjuk ezt az egy dolgot utáltam a játékban, de még meg is bocsátom, mert én is tudok elkalandozni. Foglaljuk is össze ezt a játékot. Elsősorban nézzük a GateMint grafikát. A játék grafikája 99-es szemmel nézve, avagy a maga korában nagyon gyönyörű és életű volt. Mind az autók, mind a táj nagyon valósághűen nézett ki. Sajnos manapság ez is amolyan megosztó tény lett, mert vannak akik azt mondják, hogy úristen ez milyen gusztustalan. És vannak azok, akik azt mondják, hogy ez még mindig nagyon szép. Nos, ízlések és pofonok, de nekem ez a látvány még mindig tetszik. A menü elég alap, nem túl csicsás, de egész jó lett. Bár a víz úgy tűnt, mintha csak úgy állt volna, semmi sodrás effekt vagy tükrözés nincs benne. Az, hogy voltak ezek a grafikai glitchek nem befolyásolják a játék hírnevét, ez legyen az én hibám. A grafikára én mindenképp javaslok egy V-t, mert valójában tényleg nagyon szép. Ha hátnézzük, mint hangokat és zenét, akkor ízlésem szerint a hangok teljesen megegyeznek a valósággal, semmi kivételem nincs, realisztikusak.
Valamiért a motorhangok nagyon halkak voltak, néha meg egyformák, némelyik meg tisztára úgy hangzott, mint a dízelmotor hajtaná az autókat. Ez furcsa volt számomra, de eltekintett tőle. A zenék eszméletlen jók, rengeteg műfaj van benne, mint például dance, R&B, rock, funky, jazz, stb. És ezek a számok egy percenként loopolodnak. Szóval A kategória. Nos, az íről, mint irányításról azért nem mondtam el mindent a bemutatóban, mert nagyon egyszerű, könnyű és hamar bele lehet jönni. Ez szintén megérdemel egy A-t. Ha a J-t nézzük, mint játékélményt, igazából teljesen olyan élményt ad, mint a turisták lennénk Angliában. Megvan az összes jellegzetesség, ott volt a Big Ben, a Tower Hill, a Buckingham palota. A London szemét még nem láttam őszintén, pedig kíváncsi lettem volna arra. Az ellenfelek intelligensek, mondjuk nem úgy, mint a rendőrök vagy a forgalom, akik egyaránt sem vesznek tudomást rólunk. Tetszik, hogy van sérülés, meg hogy lehet benne az autókat tuningolni, meg ezek a bónuszpontok, bónuszautók. Ezekért nagyon kitettek a készítők, én legalábbis láttam. Ugyanakkor glitchek is vannak a játékban, és ezek közül van egy idegesítő, a többit már csak a PC okozza. Ezek mellett még mindig ezt a változatot tudom előnyben részesíteni, mint a konzolos verziót, melynek kipróbálása inkább kerülendő. Egy kiváló B-t mindenképp megadok a játékélményre, mert ezt igenis ki kellene próbálni. Összefoglalva, ez egy B-kategóriás játék, és ezzel azt mondom, hogy ez egy nagyon jó játék, és akit érdekel a múlt, nyugodtan visszautazhat velem a régi játékok időszakába. És a tanácsom az, hogy az ember sose ítéljen a külső alapján első látásra. Thank you so much for watching, köszönöm szépen a figyelmet, és ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, kommentelni, és megnézni az értesítéseket. Én Kocka voltam, és goodbye, sziasztok! Ó, és kellemes ünnepeket, és boldog új évet kívánok mindenkinek. És hamarosan találkozunk a jövő évben. Addig is, a viszontlátásra!